Mindenkinek én Drake vagyok, és itt vagyok a Lucifer's Backfire-os végigjátszásom 12. részével. Nos hát, talán láthatjátok, hogy nem onnan kezdük, ahol az előző rész abban maradt, ugye az még valahol itt volt a keskeny tenger másik oldalán. És az történt, hogy a Fraps fogta magát, azt rögzített egy részt hang nélkül, és hát gondolom se kell, hogy utólag nem volt kedvem hangot mondani el, főleg azért, mert 45 perces rész lett, és amúgy is fel kellett volna daraboljam. Igazából annyi történt a legutóbbi részben, hogy darabig még rohangáztam ezt, szóval megint kikaptam egy nagy izétől, visszaszedtem az embereket, úgyhogy most van ennyi emberem, igazából nem nagyon változott, mert tök hasonló egységeket találtam, és átjöttem a keskeny tenger túloldalra, és nekiálltam itt a partmenti várakból egészen idáig befele az aranyfogig embereket kiszabadítgatni. A rész végén ezt a Lord Patrick Footley nevű szerencsétlen próbáltuk meg kimenteni innét, hát nem is sok sikerrel, ugyanis szerencsétlent leütötték, ez egy bonyolult rabmentős akció. Úgyhogy a mai részben viszont van egy konkrét tervem, mit csinálunk igazából a kicsit pótlásként, hogy a legutóbbi rész így elveszett, ez egy hosszabb rész lesz, majd meglátjuk, hogy mennyivel. Meg fogunk benne csinálni egy egész küldetés sorozatot, méghozzá a Hornendő Grimoire-t fogjuk most már finish off-olni véglegesen. Előtte viszont még elmegyünk a Crackbe, ahol tudom, hogy van kettő darab fogoly, Renly Baratheon, illetve Lord Lomas Estermont. Ezt onnét tudom, hogy ezt a videót már egyszer fölvettem, és utána pedig megyünk éjszakra, miután ezeket kimentettük. Na, látjátok, 182 ember van a Crackben, aminek ugye magyarul Szírt a neve, és ugye a Westerlingek székháza. Ez azért lesz vicces, mert az egész rohadt várban nincs 10 ember, szóval jó minden logika. A Westerlingekről annyit kell tudni, hogy a Robb Starknak a felesége, a Jaina Westerling az innét származott, és gyakorlatilag ugye Robb Stark miatt dobta el az életét, a birodalmát, az anyja életét, egy csomó bajtárs életét, STB, ugye aki ismeri a sztorit, azt tudja, hogy a Vörös Nászról beszélek. No. Viszont most mutatok neked egy módszert, ami jó XP farmolásra. Szóval, kerestek egy várat, lehetőleg nagy nyílt térrel, nem olyan, mint a Golden Tooth, ami borzasztó, majd egyszer mutatom, ahol van fogoly. Elmentek ez az űrgéhez, és azt mondjátok neki, hogy beszélni akarok a fogollyal, és egy gyors prison break-et tolunk, ami ugye úgy van, hogy a követelitek ettől a fickótól nyissik az ajtót, és mindenki be fog agrózni. Bár néha passzívak, de majd beagróznak. Megpróbálom én ezt a fickót beagróztatni. Egy idő után egyébként így is beagróznak, de simán lövöldözhetsz rá 10 percet, sőt egyszer olyan is volt, hogy háromszor eltaláltam, mire kapcsolt, hogy nézzétek már meg a másik kettő már jön felém, ez még lesz arra, hogy itt vagyok. Na most. Most esetlen neki, hogy itt vagyunk. Szóval, megölöm az ipsét, és utána bemegyek a foglyokért. Ugye visszajövök, ez a csávon megint itt fog állni, és ugyanannyi nyilam is lesz. Tehát gyakorlatilag kibemászkálsz a dungeonből, akkor tudsz foglyokat, nem foglyokat, hanem mi ez? Kibemászkálsz a dungeonből, akkor tudsz XP-t farmolni, na most ezeket fogom, és kivisszük. Csatlakozzanak hozzá, mert engem egyedül lepifölnek. És akkor most még tűnjünk innen. No, látjátok, a fickó megint ott áll, ezek most nem menjenek sehova, a nyilaimból megint 22 van, úgyhogy tök simán le tudom lőni. Már hogyha el tudnám találni, persze. Nézzétek meg, az egy egylövéses headshot volt. Azok is leszarják most, hogy itt lövöldözök rájuk. Na most leesett nekik, hogy itt szar van. No, egyébként vicces, mert ezeknek a karaktereknek, mert azokat, akiket kimentettem, azoknak ilyen radarjuk van, és mindig arra néznek, amerre van ellenfél. Hogyha ezt a 2-3-at megöljük, ugye ott egy Billman ott áll, és itt van ez a Mounted Sergeant, az, akire lövöldözök, aki most meghalt, és ez pedig egy Man at Arms. Szóval ha ezeket megöltük, akkor arrafele fognak nézni, ahol az ellen van, létezik meg, erre elné már ezt csinálja, Estermontnak most nem működik valamiért a radarja, de mindegy. Úgyhogy, ja, minden egységből általában, ami a Westerland Street Troop-on van, illetve az aktuális tulajdonos frakciónak a Tree Troop-ján van, Troop Tree-jén, nem Tree Troop-ján, a Tree Troop az az Ant, tehát hogy van, az általában megszokott egy példányban található lenni a várakban, úgyhogy mindig van egy Heavy Knight, ami rohadt idegesítő, mert az elég könnyen ki tud nyírni. Én meg itt a másik kedvencem a Billman takarodj innen. Egyébként miért a gyomromból van a kamera, azt megmondja valaki? Nézzék már meg, hiszem, itt az ember nem igazából a mellkasából. Menj már innen. Jaj, utálom ezeket a pikás izéket. A tiszta vér a csávó. Die. Ennyit a pajzsomról. Jó, megöltem. No, nézzétek, már működnek a radarok, erre fel néznek, tehát itt elvileg van egy íjász fönt. Ezt mondjuk onnét is tudom, hogy ezt már egyszer csináltam, és tudom, hogy itt van egy íjász. És hallom is, hogy rángatja a boat. És itt áll. Valahol.
Fönt van? Ja, ott van. Puff, 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 halál. Ott fönt is lesz egy emberke. Vagy lejön, igazából ez általában a szituáció múlik, illetve ott van egy Heavy Knight, akivel talán tanácsosabb. Azt a rohadt, az milyen pozícióban van. Haver, jól érzed te magad? Úristen, ez mintha valaki nagyon részeg lenne. Szóval, először talán az a Heavy Knight-tal kéne elbánni, aki ott áll fönt a torony tetején. Mert az elég nagyot tud ütni. És hogyha az valamennyire lepi fölé a HP-mat, az ott. Akkor az Heavy Knight elbánik velem könnyen. Úgyhogy inkább elengedem Estermontot meg a Renlit, hát ha ők is ki tudnak nyírni valakit. Ez eléggé fizikát meghazudtolom, mert ugye nem állt bele, hanem ott van rajta gyakorlatilag. Ah, fuck, 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 nem, ezt nem játsszuk. Meg kéne rökni a csávót a várfalról. Anyád. Remek, Estermont mínusz. Elite Westerlands Man at Arms. Fuck. És leestem és ájultam, remek. Na ilyenkor viszont az van érdekes módon, hogy nem romlik meg velük a viszonyod, amíg megpróbáltad kimenteni őket, hanem egy után fogod magad, azt megszöksz, így. Tűnjünk innen. Hoppá! Ez véletlen volt. véletlenül a kontrollt nyomtam a Control Space helyett, ugye az teleport. Na, úgyhogy most fogjuk magunkat és szépen fölmegyünk. Ó, Lisét Tiros békét kötöttek? Na, úgyhogy még ugye a szerződésükben vagyunk. Fogjuk magunkat és szépen fölmegyünk a... Éjszakra a Rodgár kunyhójához. Viszont előtte veszünk valamennyi kaját, mert kevés van. Csak 5 napra elegendő. Ott van Old Stones. Már megint teleport, bocsánat emberek, néha félre nyomom. Na, remélem nem fontunk bele megint öngyilkos klánok menekbe, akik neki rohannak 60 embernek 16-an. Szóval nem szeretem. Lehet egyébként, hogy... be kéne mennünk, vagy Whitehillbe még kajáért, mert ezt nem fogjuk így lefele bírni, mert az a baj, hogy nincsen itt nagyon ételvásárlási lehetőség. Jaj, de hiányoztatok már. Tézzétek meg, 60 embernek neki mennek 10-en. Milyen logika ebben? Tök mindegy, lecsárgyjuk őket a retekbe. Ja, egyébként mondta valaki, hogy vegyem fel a Targaryen sisakot, mert ugye az menci, úgyhogy mindjárt felveszem. Hol vannak ezek a szerencsétlenek? Ott. Nem, azok bokrok. Na, ott vannak. Mondjuk a bokrokat a Silent Stormba ismerjük, hogy a bokrok nagy ellenségek. Ez igen jó játék egyébként, majd lehet, hogy leszól a videó. Jó régi, de jó. Jó, drollót leütötték. Puff. Jó. Nagyon megy ma az íjászat. Konkrétan a pajzsát szögeztem a hátához a csávonok, ott meg drolló lovát ellőttem véletlenül, vagy valaki ellőtte. Jó. Na és innentől kezdve gyakorlatilag ezek halottak, ide jött a gyalogságom, ott az egy csávó, aki még nagyon izé amperkodik. Ugye lelőjük, meg is halt. No, megpróbáljuk ezt lelőni. El a saját embermet találtam már remek. Ó, van hammermanünk tényleg, meg is feledkeztem. Karavánmester levágt, a karavánmesterről is kidöfték a lovat, mert ezeknek ilyen vasvilláik vannak, aztán az nagyokat lehet szúrni lovakra. Na, tűnjünk innét. Ezt elfogjuk, hogy a rabszolgapiacra rohadjon meg, úgy utána ezeket a köcsögöket, mint az. Úgyhogy lássuk csak, valami hasznos dolgok nincsenek. Elhajlott nyilak, azok csak minusz damage-et adnak, nem pluszat, úgyhogy menjünk Whitehillbe. Veszünk kaját. De hát ezek mondjuk olyan kaják, amik elfogynak gyorsan, de... porkot veszünk, mert miért ne. És akkor még nem tudom, megnézzük Crow Restet, hát ha ott van valami élelem. Kolbász király, meg sajt, jó, teljesen jó, ezzel már kibírjuk a visszaútat is. Na, Rodgár kunyhója, ezt majd, mi ez, nem. Istenem már, úgy tudom ezeket a random quick time eventeket. Vagy nem quick time event, hanem ilyen quick decision event, ez mi? Ja, jöjjön. Velünk egy izé fanatikus, óvárosi, vallási fanatikus. No. Wildlingok. Na, mennyi? 41-en, 59 ellen, ugye drolló az lesérült. Hát akkor ez egy csata lesz a farkas erdőben, ilyen is rég volt, mert egyébként a vadak nagyon elkanászottak.
Fú, basszus, mi támadunk dombon fölfele? Na, az nem jó, úgyhogy mindenki hátra, hadd jöjjenek ők le. Aztán utána... Jaj, nem vettem fel a sisakot, fuck. Elvileg itt kéne lenni a starting position-on az inventory bagnek. De itt nincs. Elvileg pedig itt kéne. It is at your starting position. Ti látjátok itt valahol? Nem. A lovas az miért nem tartozik bele az everyone-ba, de most komolyan. Gyönyörű 2D-s fa. Meg a crosshatch sem tudom, hogy miért nem tartozik bele a, az everyone-ba. Ha állítok, kimozdulok innen. Ide, íjászokat kicsit arrébb, lovast ide. Na, hol vannak a vadak? Valamelyre nagyon arra fókuszálnak a radarok, úgyhogy NASA szatellit radar, úgyhogy valószínűleg arról jönnek. Ja, ilyen 6 fős lovas öngyilkos roham, és utána jön a maradék gyalogos. Hát ez nem jó ötlet, haverok. Jó. Igen, a vadak. Nem túl, nincs túl nagy szervezettségük, ugye ezért is bukták el a fal alatti csatát, mikor ugye végén Stannisék is azért rásegítettek, de alapvetően azért, mert szervezetlenek voltak. Jó. Az a baj, nem mindegyik lovat lehet elvenni, nem csak nagyon ritkán ugye dob lootnak, pedig az milyen viccesen, nem már be lehetne gyűjteni a lovakat. Az miért esett? Megint erre is rásik egy ló, azt meg se kotyon neki. Mondjuk ez egy kis termétű lovak, de akkor is. Lovat találtam fejbe. Jó. Ott az beszorult a fenyőfába. Nincs több nyilunk. Fuck. Na jó, akkor hagyom az IS-aimat, hogy elintézzék a dolgokat. Én pedig a lovamat fogom előnyként kihasználni a gyalogosaik ellen. És a legtöbbiknek nincs pajzsuk, és ennek csak egy csupasz kardja van például. Na, ott van pajzs is, meg balta. Kíváncsi, mennyi lángyás lángyasszony van velük. Azoknak ugye, azok általában íjásznak vannak betéve lángyákkal, úgyhogy azokat szeretném elkerülni. Jaj, mekkora bunkód van, menj innen. Csúnya. Offenzív köcső. Mindig ilyen nagy szögecses izéjük van. Tisztem, mint az orkok. Ó, egy spearment megöltek. Még egy spearment. Jó, az meghalt. Hol vannak a többiek egyébként? Jól le vannak maradva. Felőlem. Nekik ez így kényelmes. Bírom egyébként, hogy a saját lovam az nem szólódik föl friendly lángyákra. Na mindegy. Mondjuk annak csak örülök, hogy nincs friendly fire. Az ott próbálna futni. Mindenki a közben... Nézzétek már meg, egy emberként így fordulnak felé. Ez önijesztő egyébként. Tisztán, mint a robotos ereg. Mocskos. Hé, gyere vissza. Na. Ó, köszönjük szépen, Steam. Na, és ó, itt vannak a lángyasszonyok, csak emlegetni kellett őket. Az összesnek ugyanaz a textúrja van, kívül a Ygritte-nek, akivel egy küldiben lehet találkozni. De, én meg azt hiszem, kutyafejű harmának is más van. Nem szúrod fel a lovamat. Jó. Úgy látom, nagyon meg akar engem pókolni azzal a pókolóval. Nem pókolsz meg. Szarügy. Ez még csak itt áll. Pacifista. Fodember. Az is, hogy csak ott áll. Na, jó, ez a gravitációt meghazudt a lóló, na mindegy. Ma láttunk ma már mindent. Radar, lovak, most sem már űrlények. Vagy nem tudom, mi lesz itt még. Hogy dölt már el az lol? Ez a játék ma nagyon adja a hangulatot. És kárpótolni akar azért, amiért a Fraps elcsesztem útkori felvételt. No. Nézzétek meg, ez egy plump, mint a gumiember. Ezek teleportálnak? Tiszta olyan. Mert nem, mint sose látom őket gyalogolni, mint csak ott állnak egy helyben. És utána, amikor meghalnak, akkor pedig ilyen hülye pózban csúsznak le a dombon. Nézzétek már meg, most is ott áll mindenki, mint valami idióták. Szóval konkrétan mellkasra lőttem és leszarja. Gravitáció, már megint, nem mindegy. Puff. És tettek az ellenkező irányba dőlt. Minden fizika törvény szerint erre kellene dőlnie, de nem, ő fogja magát, és azt mondja, hogy hát meghalok, shit the fizik, és így eldül a másik irányba. Annak gyönyörűen előttem a feje mellett. Boom, egy headshot. Ez gyönyörű volt, na jó.
szemekembe most volt elegem. Megint jönnek pókolni. Kind poking. Nikt pókiren zibite. Na jó, azért picit különbözik persze az arcuk, de mindegyiknek vörös vagy szőke haja van. Tehát, hogy én még barnhajú vadnőt nem láttam. Na. Die. Jó. Ez itt hátul azzal a fa izével cseszeget. Jó. Ez az utolsó? Nem, még vannak négyen. Kis izével, kis vajkenő késével itt izél. Amperkodik nekem. Itt van másik kettő. Ezeknek is ilyen kis késük van. Jó, és akkor még az utolsó olyan, hol a fenében van. Hát arra rá... Ám ennyi volt úgy tűnik, mert nagyon üvöltöznek az emberem. Ja, ennyi volt. Két halottam van, ugye ez a kettő, akiket a warriorok megöltek. Itt ők pedig mindegyik emberüket elvesztették. Chipped Arming Sword. 28-as Swing. Trust. Azt hiszem, hogy a falkianomat már is lecserélem. 22-es Head Armor nem, de valakinek csak jó lesz. És felvesszük akkor Aemonnak a sisakát, és már is milyen mencik vagyunk. No. Akkor végre beszélünk Rodgárról, aki egy ilyen nagyon szimpatikus helyen lakik itt a farkaserdő mélyén, nézzétek. Rohadt nagy köld, egy apró kis fészek, és így ennyi. Tehát, hogy ez így kurva ijesztő, és hogy kilovagolna valaki így, úgyhogy neki az ember arcák, akkor picit befosnék a helyéből, meg csak itt áll, rám néz. Jó van, na. Szóval, szokásos, elolvassátok, utána én fordítom. Oké, lényegében ez a csóka meg van őrülve. Tehát meg van őrülve, és azt mondja, hogy őt egy faember, spoiler alert, Bearden Rivers, ugye folyami Bearden, figyeli őt északról, és ő egyébként egy félig varg űrge, aki azt mondta nekünk, hogy a szarvat elvette tőle egy véres hölgynek a fia, amikor fiatal volt. Ez a bizonyos véres hölgy az, aki elvágja a szüzek torkát és a vérében fürdik. Na vajon kik lehetnek azok emberek? Ezek a loconok. A loconokról annyit kell igazából tudni, hogy ők voltak Harrenholnak az előző urai a Ventek út előtt, akik ugye őrült Denel loconnal haltak ki, aki egy lázadást szított esélytelen Négon ellen, aztán meg fekete mágiát is használt, és ugye volt, aki szüzek vérébe fürdött, mert azt remélte, hogy megőrzi a fiatalságát. Ez nem jött össze neki, azt hiszem, végül. I suppose. Úgyhogy most lemegyünk, meglátogatjuk Harrenholt. És mondom, nem érdekel, milyen hosszú lesz ez a rész, ezt most már így letoljuk egyben, ezt a küldetést. És akkor az úgy egy kis kárpótlás azért, hogy az előző rész úgy tropára ment. Na. Közben átkerülünk a három folyón, Herovéi nagy úrvárosánál, megjött a büdzsé. Egyébként lassan lejár a szerződésünk Lissel, viszont nem akarok újra csatlakozni hozzájuk, hoppá, megint a teleport. Na, Tiros és Liss megint háborúznak, jéj! Részfelénél kötöttek köbbe békét. Na, akkor menjünk be, azt nézzünk körül. Itt van egyébként számos nevesített karakter, akiket ismerhetünk a showból vagy a könyvekből. Itt van Chiswick, Poliver, Nyájasraf, Danzen, a csiklandozó meg Vargó Holt, akivel egyébként még lesz dolgunk később. Semmelyik nem mond igazából semmit, azt hiszem Chiswick elmondja ugyanazt a sztorit, amit Arya hal mielőtt kinyilatja, de ennyi, és ezzel a csókával kell beszélni. No. Egyébként itt írja, hogy ugye őrült bolondok voltak, akik lázadtak a Aegon ellen, és egy Frey úrfi vitte el a szarvat a sírjukból. Úgyhogy most meg kell nézzük a crossingot, ami itt van fent, és akkor remélhetőleg utána valahogy el visz minket a Grimoire-hoz, illetve a Hornhoz. Na, nem buzulunk, jó. Na, már alig megint alig van kajánk. Na, itt vagyunk az ikreknél. Jó. És akkor itt van a mi emberünk, ugye a zöldre kijelzett nevűek azok általában questet adnak. Ő pedig Sir Arwood Frey, elég jó csúnya az a csóka. Azt mondja, hogy kísértett, vagy hát ez a, mi ez, rémálmai vannak, amióta nála van ez a könyv, úgyhogy vigyük csak el. És egyébként itt egyébként elég erős evidence van, vagy hát elég erős izé van róla, hogy veszünk föl Frey láncsesokat közben, tehát eléggé nagy, komoly bizonyíték van arra, hogy itt a, nagyon készülnek itt a mások elleni csatára, mindenki, lesz majd egy küldetés is a másokkal kapcsolatban. Na egyébként azt mondta a Frey, hogy egy kecske elvette tőle a szarvat, aki, mi ez? Persze, adjuk izét,
adjuk jótékony célokra, akinek a véres komédiásai vannak a nagy várban, hát ez ugye, ez nem igaz. Emberek, ezek hülyék, na mindegy. No. Akkor Harrenhalban, és beszéljünk Vargo Holttal, ugye, aki a véres komédiásoknak az ura. Egyébként föl tudunk venni foglyokat? Nem. Van olyan, hogy felajátjátok a foglyoknak, hogy csatlakozzanak hozzátok, ami igazából Westmoreland a csapat, de vannak használható emberek köztük, néha akkor megéri. Na ott van Holt, akinek egyébként rohadt viccesen van megcsinálva az angol szövege. Na. What do you want? Why would I do that? És eladta egy embernek Alkonyvölgyben. Ez nem tudom, mi ez a szó. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy ez itt mi. Nem fogja elmondani. Jó, menjünk el, viszont meg akar minket támadni a köcsög, úgyhogy beverjük az arcát. 69 emberre van nekem, 63. Az egy húzós csata lesz. Mi jó, hogy felvettük azt a plusz 5 láncsást. Na. Sík telepünk van, az nekünk a legjobb igazából. Mondjuk neki is vannak lovasai, de nekünk attól még mindig jobb. Jó, Crowshead-et az alakzatba. Két lovast az alakzat mögé. Jászokat pici előrébb, jászokat betoljuk Volifier-be. És akkor lássuk. Ez egy jó basszus kulcs, mennyi lovasuk van. Gyerünk emberek, szedjétek ki a lovaikat. Brace for charge, bár mondjuk lehet, hogy már elkéstek vele. Jó, szevasz, haver. Nem, bátor, jól látom, annyira nem erősek egyébként. A 10 évvel ilyen eléggé alapfelszerelése vannak, lamellás, páncél, meg nagy, ilyen széles falappal, és nem, ezeket simán legyilkoljuk. Ez gyönyörű volt. Ja, ezen például ennél még paj sincs, csak egy egyszerű húzogány. Kicsit retardált kis szegények. Ó, ez pedig... Ez mi a fene? Ez ki? Ez izé, ez Shagwell? Ki a fene? Jaj! Ja, ez Shagwell volt. Néztem, hogy mi a francér van valaki ilyen izé muskétásnak öltözve, nem tudom. Ezt felbevertem kardot, és lesz a szarta. Ezt nem tudom, mit csinál. Urswick, az egy hadnagy volt ugye, Urswick a hűséges. Köcsög. Köcsög. Na végre. Azok ott az íjászaik, egy halottam van eddig. Viszont azért ők is döglenek rendesen, most már 2. Igazából egy párat jól lenne, ha kiütnének az mieink, mert én gyűjtöm az egyedi egységeket, ami lehet, hogy egy ilyen hülyeség, de ugye az egyedi egység az, ami csak egy adott helyen kapható, vagy adott frakciónak, vagy adott embernek van, és ha elfogjuk, akkor ugye utána felajánlhatjuk nekik a lehetőséget, hogy velünk szolgáljanak utána. Jó, nyugodtan mehet a charge, mert innentől kezdve már csak az íjászaik vannak, azokat meg ugye viszonylag könnyen lecsapkodjuk, viszont nekem nem kéne annyit amperkodnom, mert meg fogok halni. Úgyhogy inkább fogom magam, aztán kicsit kivonom magam az ütközetből. Hát ez egy jó kis mészárszék, ha jól látom, azért mi is vesztettünk néhány embert, főleg északiakat, de ők szenvedték a komoly veszteséget, meg ha jól látom, két fele is meghalt, aminek annyira nem örülök, mert te csak egyszer tudsz felvenni minden ilyen helyről, ahol na, embereket lehet felvenni, de fogolyként találhatsz még, úgyhogy igazából tudunk még fejeket szerezni, arról van szó, mert azok egyébként egész jó láncsások. Jó, én azt hiszem, hogy leszállok a lóról, és kicsit megtűzdelem ezeket a köcsögöket nyilvesszőkkel. Ennyien vannak ez egyébként ezek még? Hát csak ez a 6. Jó, ezeket legyilkolják. Na, és akkor utána elmegyünk Alkonyvölgybe, és megkeressük a szarvat is, utána pedig szerzünk egy elég jó fegyvert, ugyanis nek a küldetésnek a jutalma egy Coldbringer nevű elég jó fegyver. Azt hiszem, ez egy buzogány, ha jól emlékszem. Coldbringer. Na, talán 5 embert vesztettem, vagy 6-ot, nem 7-et, és 10 sebesültet. Ez végül is egy elég észterű csata volt. Egy Crossing Man at Arms meghalt, egy 3 lángyás, egy alabáros, és 6 Northern Billman. 2 sebesültjük van, egy, azt elvisszük, akkor aztán majd fölvesszük, ha azon múlik. 4 Spearman, jól van, és Pikemanek, és Northern Arch, és mindenféle földi jó. Dragonstone Longbowman, Sellsword, Man-at-Arms, Veteran Northern Archer, Veteran Halberdier, nem tudom, hogy mondják,
Jó, és ezeknek egész jó dolgaik vannak, úgyhogy ezeket visszük. Rusty Worm, és ez plusz 7, ez plusz 10, ez megy egy kompeniumnek. Kesztyűk azok mennek. Ezek a pajzsok úgy szintén, ez a kard is jó, ezt mennek eladásra legfeljebb alkonyvölgy piacaira. No de, akkor alkonyvölgybe. Itt viszont meg kéne nézni, hogy ja, megyünk alkonyvölgybe, hogy keressük meg a szarvat, jó. Na, mi ez? Milyen saját szerződések leszünk, úgyhogy nem fogok még egy hónapot hosszabbítani a lisieknél, most nincs kedvem. Jó, és akkor cserébe pedig elpasszoljuk ezt a mazálhelmet, meg ezeket a izéket, és így még mi jövünk pozitívban. Na hát akkor először kocsmázunk, mert az ilyen bizonyos elemek ott szoktak bujkálni. Ó, oh, Ellen Cargill! Ő egy jó karakter, őt lehet, hogy föl kéne venni. Három ezer. Na, tudod mit, legyen. Ő egyébként egy tényleg nagyon jó karakter, mert elég magas szintű armorral meg izével indul, úgyhogy őt megéri felvenni. Na és itt kéne legyen az emberünk, de lehet, hogy nincs. Hát ez nem az. Talán a nő. Hát nem. Akkor viszont nem tudom, hogy... Ó, oh, mert ott volt a mi emberünk itt az ajtó mellett közvetlenül. Szóval vár ránk, miért akarod a szarvat? Nem kaphatod meg, mert gonosz, nagyon gonosz. Úgyhogy ez, mint a sárkánybilincs, az is olyan. Oké, add ide a szarvat. Nem akar velem harcolni, de azért jó, jól bánik a törrel. Remek izébe van, mi ez? Futótizomban márt van, na, rejtvényt meg kell oldani. Úristen emberek, hát, szerintem gyerekszülés. Azért megvan. Micsoda? The Grey King Tree, what? Oké, ez fura. Na mindegy. Viszont megvan, úgyhogy... úgyhogy akkor fogjuk magunkat, és Duskendale-ből, ugye az alkonyvölgyből vitorlát bontunk Rios, vagy Rios felé, és végre leadjuk ezt a sok problémát okozó küldetést. Mi ez? Ugorjunk balra. Remek, fejbevert egy fényes hal. Egyébként ilyen halak tényleg vannak, amik milyen zugás hangára kiugrálnak a vízből. Valami Amerikában vannak, azt hiszem. Na. Remélem, nem futunk bele semmilyen zavaró tényezőbe. Nem? Jó, király. Jó. És akkor elvileg itt vettük fel azt a küldetést, ha minden igaz, akkor itt Riosban. Itt kéne lennie. Aha, itt is van Samol. Na, beszéljünk vele. Fuck. Oké, tehát ez a fickó őrült? Vagy valami gonosz szolgáltában? What? Oké. Tehát ez a fickó elvileg hosszú léptű Lomas, akiről azt nyit kell tudni, hogy egy neves utazó volt, és elvileg valami gonosz isten szolgáltában, azt a rohadt élet áll most. Jézus Mária. Ézd meg! Mi a fene? Nem tudjuk, hogy milyen fémből készült, de epikül néz ki. Várjátok. Azt a rohadt élet. Azért ez komoly. Ezt ki kéne próbálni. Valahol, emberek, ezt ki kéne próbálni. Csábító, csábító. Lehet, hogy vissza kéne menni a hét királyságba, aztán keresni egy kis bandányi törvényen kívül, aztán utána tényleg véget vetek ennek a résznek. Ja, persze, jöjjön a... Izé a ruler követő is jöjjön velünk. Van itt izé hit fanatikus, meg vörösisten fanatikus, meg már csak izében vasztülött papok kellenének, meg a északiaknak az istenei. Az mi volt az a izé varga betű, amit ott tett a hajó? Mi ez?
Jó van, na, meggyőztem a legénységet, hogy az, hogy egy sirályszart a hajóra, az jót jelent. Úgyhogy... na, egyébként nem tudom, hogy így honnan zsebéből húz elő ilyenkor Blackfire egy hajót, de megteszi, úgyhogy ő ilyen mágus. Na, ott vannak az áldozataink, mennyi vannak? 5-9, fuck. 5-9, 3-4, hát az esélytelen, hogy elkapjuk. Ez egy próbát megér. Hát, ha sarabba tudjuk őket itt szorítani, mert igazából innen nem nagyon tudnak hol menni. Ja, megvannak. Na, adjátok meg magatokat, hogy meghaltok. Nézzük, ez egy igen érdekes eszköz ez a Coldbringer. Oh fuck. Jó. Na. Akkor azt mondja, hogy megpróbálok úgy kimászni a fákból, hogy ti is lássatok valamit. Oszt rohadt élet. Hát ez rohadt jól néz ki ez a fegyver. Úgyhogy ha tippelnem kéne, akkor ez ugyanabból az anyagból, mint a White Walkereknek a fegyverei. Csak azért, mert ugye az a neve egy Coldbringer. Na lássuk. Hát ez gyönyörű volt. Jó nagyot kell vele suhintani. De az célba talál. Ez ilyen Gregor Clegane-nek való fegyver. Azt a rohadt élet, 105 damage. Azért az szép. Emberek, ez egy jó fegyver. Úristen. És ráadásul nem is öl, hanem kiüt. Jaj, de jó. Sok pénzt csinálunk be ebből a fegyverből, én már érzem. Mármint nem úgy, hogy eladjuk, hanem hogy sok embert elfogunk. Asztalat mondjuk, én, ha valakinek egy ilyennel bezúzzák a koponyát, azt nem csak elálljon, de mindegy, az ő dolguk. Ó, megjöttek az íjászaik. Akkor mehetnek a gyalogosok. Igazából, hogyha ezt használjuk, akkor nem lesz szükség pajzsra, tehát lehet, hogy el kell lenni a vasszéketekre a dobófejszékért, mert azok viccesek. Ez egy vicces, hogy milyen lassított felvételben engedti meg ezt a csatabárdot, vagy ezt buzogányt. De szintet léptünk, úgyhogy örülünk neki. Na de, már akár ennyi fér bele emberek, úgyhogy ez volt én már a Drik. Ez volt itt már a Let's Play, mi ez, Mountain Blade Warband következő része. Hogyha a kérdésed észrevétel egyben van ezzel a videó, vagy a csatornával, vagy mással kapcsolatban, akkor azt nyugodtan tedd meg odaent komment formájában, mindenképp válaszolni fogok rá, illetve csekkold a Facebook oldalt is, oda is szoktam kitenni hasznos infókat, és találkozunk a következő részben, addig is viszontlátásra!